Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Bejelentés, 7 pontos családtámogatási akciótervről beszélt a miniszterelnök. Kevés a tűzifa, a készlethiány áremelkedést is okozott. Hiány, nincs elég hazai árpa és zabvetőmag. Diplomaosztó, 24-en vették át oklevelüket a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karán. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! 7 pontos családtámogatási akciótervet dolgozott ki a kormány, ezzel kapcsolatban vasárnap közölt először részleteket Orbán Viktor. Az intézkedések között szerepel mások mellett a csok bővítése, a nagycsaládosok támogatása és a nagyszülőknek szánt gyed is. A programra már idén 75 milliárd forintot szán a kormány. A magyar gazdaság már 7. éve folyamatosan növekszik. A 7 éve tartó töretlen gazdasági növekedés tette lehetővé, hogy a kormány kiemelten támogathassa a családokat. Erről beszélt Orbán Viktor vasárnap délután a Várkert bazárban tartott évértékelő beszédében. A miniszterelnök közlése szerint a kormány 7 pontos családvédelmi programot dolgozott ki. Először is bevezetik a fiatal házasok gyermekvállalási támogatását. Eszerint minden 40. év alatti nő 10 millió forintos kedvező kölcsönt kaphat első házassága után. Az első gyermeke megszületésekor 3 évre felfüggesztik ennek a törlesztését, a második gyermek után a tőke harmadát el is engedik, a harmadik gyerek után pedig az egész hiteltől megszabadulhat a gyermeket vállaló adós. A csok bővítésével is támogatja a kormány a családokat. A 2 és több gyermekes családok a hitelt használt lakások vásárlására is felhasználhatják. Mindez azt jelenti, hogy Magyarországon ma egy 2 gyermeket vállaló fiatal házaspár az életkezdéshez és otthonteremtéshez 22 millió, egy 3 gyermeket vállaló pedig 35 millió forint támogatást kap. Taps fogadta a miniszterelnök következő bejelentését is, ami a nagycsaládosoknak szánt kedvezményekről szólt. Eddig a harmadik és minden további gyermek születése esetén 1 millió forintot vállaltunk át a nagycsaládosok jelzálog hiteléből. Most bővítünk. Már a második gyermek születésekor 1 millió forintot, a harmadik gyereknél 4 millió forintot, minden további gyerek születésekor újabb 1-1 millió forintot vállalunk át. Negyedszer. Az intézkedési terv 4. pontja szerint azoknak a nőknek, akik legalább 4 gyermeket szültek, soha nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. 5. pontként a kormány elindítja a nagycsaládosok autóvásárlási programját. Akik legalább 3 gyermeket nevelnek, azok 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapnak egy 7 személyes új autó megvételéhez. Emellett megvalósítják a teljes bölcsődei ellátást. Ez azt jelenti, hogy 3 év alatt 21 ezer új bölcsődei helyet hoznak létre, ebből az idei év végéig még 10 ezer megvalósul. A cél, hogy 2022-ben már minden szülő bölcsődébe vihesse a gyermekét. 7. pontként pedig jön a nagyszülői gyed. Ha a szülők úgy döntenek, akkor a nagyszülők maradhatnak otthon gyeden helyettük. Hogy a 7 pontos intézkedési tervre mennyi pénzt száll a kormány, arról nem beszélt Orbán Viktor. Ezzel kapcsolatban hétfőn Novák Katalin család és ifjúságügyért felelős államtitkár azt mondta, már idén 75 milliárd forintot fordítanak rá. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma február 10-től kezdve egy héten át 12. alkalommal rendezi meg a házasság hetét a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával. Az országos rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a család értékeire és fontosságára, valamint hogy segítséget nyújtson a házasságra készülőknek vagy a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek. Tolna megyében Szekszárdon, Pakson, Bátaszéken, Dunaföldváron és Dombóváron szerveznek programokat. Lesznek táncházak, párkapcsolati előadások, zenés szentségimádás, de Pakson például egy flashmobbal is készülnek a szervezők.
Elsőbségadást elmulasztó sofőr okozott balesetet szombaton Dombóváron, az egyik kereszteződésbe érve nem adott elsőbséget egy közeledő autónak, és a két kocsi összeütközött. Utóbbi autó az ütközés következtében megcsúszott, és egy másik személygépkocsinak csapódott. A balesetben személyi sérülés nem történt, csak anyagi kár keletkezett. Tolna megyében a rendőrök az elmúlt hétvégén további 10 baleset helyszínén intézkedtek. Kevés a tűzifa, és ennek hatására az ára is 30%-kal magasabb, mint tavaly ilyenkor. A helyzet ellenére a szakemberek azt javasolják, csak megbízható helyről vásároljon mindenki tüzelőt, mert ellenkező esetben könnyen ráfizethetnek az üzletre. Tehát már nem adhatok úgy kifát, hogy bejön valaki, és azt mondom, hogy na barátom, itt van, számlát adok, és pont. Már nem így van, adok számlát, szállítót, egy szigorú számadású nyomtatványt, maybe kódára ezt fel kell regisztrálni, és csak úgy tudom eladni. Be kell írni még a szállítót, ki a gépkocsi vezetőt, kilométer-óra állást, tehát már nem lehet csak úgy kiadni, hogy odaadom is ennyi. Az elmúlt esztendőkben rendszeresen lehetett hallani a fekete vágásokból eredő visszaélésekről. A kiszállított mennyiségek és a fa minősége sem felelt meg a vevő elvárásainak. Aki egyszer megégett a vásárlással, utána biztonságosabb megoldást választja. Készen vesszük már Kalodában a fát, itt mögöttem látható is. Ez is vegyesen van, ugye bükk és tölgy. Itt is a lakosság nagy része már előre jól leköti a fáját, amit szeretne vásárolni télire. Egyben a vásárlók is már egyre tudatosabban vásárolják meg a készleteiket. Itt gondolok arra, hogy emellé más alternatív tüzelőanyagot is vásárolnak. A készlethiány mögött az van, hogy a lakosság jó időben lekötötte az igényeit az erdészeteknél, akik most nehezen szolgálják ki a nagykereskedőket. A készlethiány természetes módon az árakban is megjelenik, a tavalyihoz képest közel 30%-os áremelkedés tapasztalható. Most mi 1,7 köbméteres kalodába adjuk, ez tavaly még ilyen 30 pár ezer forint volt, most jelenlegi helyzetben ez olyan 46 ezer forint körül van. A készlethiány kiküszöbölésére az alternatív fűtési megoldásokat választja a fogyasztó közönség, így a brikettek ideje jött el. A helyzet ellenére a szakemberek azt javasolják, csak megbízható forrásból szerezze be mindenki tüzelőjét, mert egy balul sikerült beszerzés bosszúsága elronthatja a meleg szoba okozta komfortérzet örömét is. A belföldi termesztésű vetőmaghiány veszélyére figyelmeztet a tavaszi árpánál és a Zabnál a Vetőmag Szövetség szakmaközi szervezet és terméktanács a csökkenő termőterület és a gyenge átlagtermés miatt. Tovább csökken a tavaszi árpa és a zab vetés területe. Az utóbbi években 2500 hektár körül alakult a vetőmag szaporítások területe, amely az elmúlt évben közel a felére esett vissza, derül ki a Vetőmag Szövetség közleményéből. Tolna megye azonban elsősorban nem ezekről a növényekről híres, mondja Kővári László, a megyei agrárkamara alelnöke. Az a közel 60 ezer hektár gabona, amit Tolna megyébe termesztünk, annak igen nagy-nagy százalékba túlnyomó többsége az őszi buza, valamennyi rozs, és hát őszi árpában is azért elérjük a 9000 hektárt, de tavaszi árpában ilyen 1300 hektár körüli volt a tavalyi vetésterület, és a zab pedig nem érte el az 500-at. A Vetőmag Szövetség szakmaközi szervezet és terméktanács jelezte, lehetséges, hogy kevesebb lesz a vetőmag a tavaszi vetésű árpa és zab esetében. Én azt gondolom, hogy ezt Tolna megyében azért remélhetőleg nem okoz olyan gondot, mert ez nem olyan nagyságú terület. Másrészt meg akik valóban azért termelnek ilyesmit, mert olyan állatfajjal foglalkoznak, aminek ez az igénye merül föl, igyekeztek már vetőmagot biztosítani maguknak. A tavaszi vetésű sörárpának a hűvösebb, csapadékosabb tavaszi időjárás kedvez, mert ekkor képződik szénhidrát, amit aztán malátásítani lehet. Tolna megyében az őszi árpát főleg sertéstakarmányként hasznosítják. A terméktanács tavaszi árpa esetében 100 ezer, zab tekintetében 105 ezer forintos nettó tonnánkénti tájékoztató árat tett közzé. A tavaszi kalászosok és a hüvelyes növények esetében a hazai értékesítést nagyban befolyásolhatja, hogy az Európa szerte jelentkező súlyos vetőmag minőségi problémák erős keresleti helyzetet teremtenek. 24 diák vette át diplomáját a Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi pedagógus képző és vidékfejlesztési karán Szekszárdon. A végzett hallgatók többek között turizmus vendéglátás, szociális munkás, valamint tanító és óvodapedagógus képesítést szereztek. A diplomához szükséges nyelvvizsgát ugyan még nem minden sikeres államvizsgát tett hallgató teljesítette, ennek ellenére a dékán engedélyezte az oklevelek ünnepélyes átvételét.
Kiemelkedő tanulmányi eredményeit is elismerte a végzős hallgatóknak a kar vezetése a pénteki diplomaosztón. A PTL-KPVK karán pénteken 24 diák vehette át oklevelét. Valamennyien sikerrel teljesítették az évet, nem mindenkinek van még meg a nyelvvizsgája, de úgy döntöttünk, hogy mindenki megkapja az oklevelet, és nagyon örülnénk annak, hogyha az itt végzett kollégák mielőbb megfelelő munkahelyen el tudnának majd helyezkedni. A Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi pedagógus képző és vidékfejlesztési karán a hallgatók többek között turizmus, vendéglátás, szociális munkás, valamint tanító és óvodapedagógus képesítést szereztek. Ezek a legfelkapottabbak a karon. Hagyományosan a pedagógus képzés jelenti ennek a karnak fő profilját és vonzerejét, az alsófokú pedagógus képzés, az óvodapedagógus és a tanító képzésünk, de mondhatom valamennyi képzésük iránt komoly a kereslet, komoly az érdeklődés az emberi erőforrás tanácsadó mesterképzés iránt, amelyet levelező munkarendben indítottunk el, komoly a képzés a turizmus vendéglátás képzésünk iránt. Valamint különleges a környezetkultúra szakirány, ami az országban egyedülálló, csupán egy másik egyetemen szerepel hasonló képzés. A dékán kiemelte, a kar megfelelő marketing stratégiájának köszönhetően a januári nyílt napon minden eddiginél több érdeklődő volt. A szalagtűzés igazi hungarikum, hiszen rajtunk kívül sehol Európában nem honos a középiskolák végzőseinek ilyen ünneplése. A selmeci diákok hozták be a rendszerbe és hagyományozódott át ma már elengedhetetlenül a középiskolás létbe. A szekszárdi Garai János gimnáziumban ezúttal 5 osztály végzősei viselhetik a kitűzőt, jelezve, hogy életük egyik fontos állomása közeleg. Most összesen 107, 5 osztályban, úgyhogy valamennyi képzés típus is képviselteti magát, hiszen az utolsó 8 év folyamos osztály ballag majd el májusban, az első 6 év folyamos osztály, úgyhogy iskola történet is valamilyen szempontból, mert a gimnázium történetében még nem végzett 6 év folyamos képzési osztály. Február 18-áig lehet jelentkezni a középfokú oktatási intézményekbe. A középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkezők felvételi lapjait az általános iskolák töltik ki. A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban tovább tanulni szándékozóknak az adat és jelentkezési lapokat egyénileg kell kitölteniük. Az oktatási hivatal honlapján elérhető elektronikus adatlapkitöltő program erre létrehozott felületén. A kitöltött dokumentumokat aláírva el kell juttatni a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskolákba és a hivatalba. A kézzel kitöltött felvételi lapok feldolgozására nincs lehetőség. 28. alkalommal rendeztek hagyományos svábbált a szekszárdi DNS Valéria általános iskola diákjai és a pedagógusok. A helyi Babits Mihály kulturális központban több mint 500 diák állt színpadra a szüleik és rokonaik előtt. Az autentikus német viseletet hordó gyerekek hónapokon át tanulták a táncokat. Tánc, ének, zene, viselet, aztán a bálban maga a svábbál, a tombola, sváb süteményeket is hoznak a szülők a tombolára, a büfébe, és a tombolába is igyekszünk olyan tárgyakat is válogatni, amik a sváb kézművességhez kapcsolódnak. Tehát tulajdonképpen minden a sváb hagyományokról szól ezen a napon. Farsangi összejövetelt tartottak a vándorló szépkorúak Tolnán. A 2017-ben alakult helyi nyugdíjas közösség a település egyik legaktívabb egyesületeként működik. Mint ahogy az egyesület neve is mutatja, főként közösen eltöltött szabadidő programok szervezésével foglalkoznak. A mostani farsangi rendezvényre a környező települések nyugdíjas egyesületeit is meghívták. Nagyon sok településsel meghívnak bennünket, barátságot kötünk. Például itt vannak a szekszárdi Magyar Nótakör klubnak a tagjai, Odor Vera vezetésével, 10 fővel megjelentek, a Fácán Kárté nyugdíjas klubnak a tagjai vannak itt 5 fővel, Siogárdon jöttek barátaink, a Siogárdi nyugdíjas klubnak a tagjai 2 fővel. 5. alkalommal rendezték meg Siogárdon a falu közös disznóvágását. A rendezvény célja elsősorban, hogy összehozza a település lakosságát. Ennek megfelelően a feldolgozott állatot este közösen fogyasztotta el a település lakossága. Pálinka és főzőverseny is része volt a programnak. Kimondottan azért indult, mert ugye van tavaszi programunk, van nyári programunk,
két évente a szüreti felvonulás az egy őszi programunk, és télre nem volt programunk, és erre találtuk ki azt, hogy ugye a tél összefügg erre, hogy disznóülés, és akkor ez legyen a téli falunap. Visszavágott a még tavaly ősszel Zalaegerszegen elszenvedett 7 pontos vereségért az atomerőmű KSC Szekszárd. Végig kiegyenlített, szoros, helyenként magas színvonalú játékot hozó meccs volt a harmadik, illetve negyedik helyezett csapat rangadója. A 6 pontos szekszárdi siker következtében helyet cserélt a tabellán a két csapat. Nem volt elég csak jól játszani, átlagon felül teljesíteni ezen a meccsen. Az alagerszegi TR-re is jellemzőek azok a csapat, illetve szakmai erények, mint a KSC Szekszárda. Noha a Szekszárd összességében persze anyagerősebb, és a kispadja is hosszabb. Már-már úgy tűnt, nem lesz elég csak Mekkolt és Bishopot levédeni a palánk alatt az alajaknak, hiszen középtávolról és a hárompontos vonalon túlról is legalább 4 játékos remekült célzott a hazai csapatból. Igaz, gyorsindításokból, megnyert 1-1-ekből a 2-2-k sikeres bontása után zicsereket dolgoztak ki a tiszta kékek, és azokat értékesítették is. Így a Szekszárd előnye nem volt több pontnál a fél időben. A harmadik negyedben még keményíteni tudott védekezésén az ETE, és az amerikai Parker szedte a lepattanókat, és gigászi csatát vívott a Szekszárd visszatérő erősatárával Erika McCall-al, miközben Koziár és Szalai vezérletével duplákat, triplákat süllyesztettek el, többnyire gyorsindítás után a szekszárdi gyűrűben a vendégek. Egál a harmadik negyed végén felsziszent a publikum. Nagyon sok olyan kosarat tudtak dobni, amilyen utolsó másodperces volt. Nagyon sok támadó lepattanót szedtek, és szerintem ugye ez volt az a... Tehát alapvetően úgy gondolom, hogy tényleg, hogy azért jól védekeztünk sokáig. Ahogy az idei valamennyi nehéz mérkőzésen, a kritikus pillanatokban most is remekeltek a szekszárdi kulcsemberek. A védekezés váltás egy más típusú zónára láthatóan megzavarta az ellenfelet, és a palánk alatt gyümölcsöző McCall-Bishop páros kapcsolat, illetve egy-egy egyéni plusz megvillanás jóvoltából 64-58-ra a KSC nyerte a rangadót. Regionális híreink következnek. Turisztikai rendezvények támogatásáról is döntöttek, ülésezett a Balatonfejlesztési Tanács. Felsőoktatási felvételi, közeleg a beadási határidő. 725 éves Alsómo család, közös farsangibállal ünnepelt a település. Somogyi turisztikai rendezvények támogatásáról is döntött siófoki ülésén a Balatonfejlesztési Tanács. A tagok emellett információt kaphattak a 2021-2027-es időszakra szóló uniós költségvetés tervezetéről, a DRV feladatairól és tervezett fejlesztéséről is. Nem halogatható már sokáig a DRV ZRT illetékességi területén lévő ivóvíz és szennyvíz vezetékek felújítása, hangsúlyozta tájékoztatójában Valencsik Zsolt vezérigazgató. Különösen igaz ez a Balaton, mint kiemelt üdülőkörzet tekintetében. Az ivóvízrendszerek teljesen elöregedtek, átlag életkoruk 38 év. Azt szoktam mondani, hogy el lehet képzelni, mint hogyha a 70-es évek elején vagy közepén megépült M7-es autópályán kellene most azt a milliónyi turistát ide lehoznunk. Körülbelül ez a hasonlat azt gondolom, hogy megáll. A társaság saját forrásból átcsoportosítással az idén megkezdi az egyik legkritikusabb szakasz felújítását az északi parton, mintegy 345 millió forintból. A tanács tagjai ugyanakkor azt is szorgalmazzák, hogy a felszín alatti vízvezetékek felújítása előzze meg például a kerékpárutak, járdák, közterek felújítását, átadását, hiszen így mindkét fél részére költséghatékonyabbá tehetőek a beruházások. Az érintettek a probléma mielőbbi rendezésére nagyobb állami szerepvállalást tartanak szükségesnek. Elkifejezetten dolgozunk azon, hogy amellett, hogy forrás jutassunk már az idei éven, nem csak ezt a 1,5 milliárdos nagyságrendet, amit elnök úr kiemelt, hanem több 10 milliárdos nagyságrendet a ágazati szereplőknek,
hanem ezen kívül ugye egy olyan programot tegyünk le az asztalra, aminek 19-es év az egy ilyen előkészítő éve, hogy azonosítsuk azokat a területeket, ahol az azonnali beavatkozások szükségesek. A grémium tagjai tájékoztatást hallhattak a tagszervezetek tavalyi tevékenységéről, illetve az idei terveiről is. Bíró Norbert a Somogy megyei közgyűlés elnöke szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy forrás átcsoportosítással két balatonparti projekt is nyertes lett, így egyaránt megvalósulhat a balatonfenyvesi kisvasút felújítása és a Balaton-Szentgyörgyi 8 kilométernyi kerékpárút megépítése is. Bíró Norbert ugyanakkor két balatoni nyári rendezvény támogatásáról is beszámolt, amelynek odaítéléséről most döntött a Balatonfejlesztési Tanács. Kultkikötő kiemelt turisztikai program tekintetében 2 millió forintot nyert. Most Balaton Keresztúr község önkormányzata Keresztúr nevű települések találkozójához kapcsolódó rendezvény támogatásához néptánc találkozó konkrétan rendezvényéhez, amely a helyi identitást erősítő rendezvényhez 1 millió forintot ítélt meg. A siófoki ülés résztvevői ezen felül tájékoztatást hallhattak még a 2021-27-es időszakra vonatkozó uniós költségvetés tervezetéről, valamint a Balaton kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervéről, illetve a tanács ezévi költségvetéséről és pénzügyi tervéről is. Még egy hétig gondolkodhatnak a végzős középiskolások és a már végzett diákok, hogy hol szeretnének tovább tanulni. Február 15-ig kell beadni a jelentkezéseket elektronikus formában. A felvételi eljárásban több határidőt is figyelembe kell venni, hiszen ezek be nem tartása befolyásolhatja a felvételi sikerességét. Egy hét múlva, február 15-én zárul a felsőoktatási jelentkezési időszak. Eddig kell a Felvi honlapján jelentkezni a kiválasztott szakra vagy szakokra. Ingyenesen összesen 3 szakra lehet jelentkezni, ennek az állami ösztöndíjas és költséges, önköltséges változatára is lehet jelentkezni. Ez nem számít 2 jelentkezésnek. Ami dokumentum rendelkezésre áll, azt érdemes már most föltölteni, de természetesen akik most érettségiznek, majd 2019 tavaszán, számukra ez nem lehetséges, ezért július 10-ig lehet valamennyi adatot, illetve valamennyi hiányzó dokumentumot föltölteni. Július 10-e a sorrend módosítás határideje is. Eddig az időpontig lehet egyszer változtatni azon, hogy melyik oktatási intézményt hanyadik helyen jelöli meg a felvételiző. A szakemberek szerint az érettségi eredménye után érdemes átgondolni a sorrendet, illetve az esélyeknek megfelelően kijelölni. Február 15-e után még február 20-áig meg kell erősíteniük a jelentkezésüket a felvételre váróknak, így hitelesítik, hogy tényleg tovább szeretnének tanulni. Az egész község lakóit várták az Alsómocsoládi Őszifény idősek otthonának farsangi ünnepségére. Az idén 725 éves település a 2019-es programokat a generációk közötti párbeszéd jegyében rendezi. A résztvevők saját maguk készíthették állarcukat, de még a farsangi fánksütésben is segítkeztek. 2006-ban alapították Alsómocsoládon az Őszifény idősek otthonát, ahová az egész országból érkeznek a lakók. Az utóbbi években folyamatosan alakítják és szépítik az intézményt. A 10 éves jubileumra a tetőteret is beépítették, így már 44 férőhelyesre bővült az otthon. Egy norvég pályázat keretében sikerült a külsejét és a belső tereit is megújítani. A tetőtér beépítésre került, itt kialakításra kerültek új lakószobák, illetve van egy konditerem, egy terápiás szoba és egy relaxációs szoba, és ezek mind-mind az itt élők testi és lelki egészségének ápolását, frissen tartását célozzák. Az idei farsangi bál különlegessége volt, hogy az otthon lakói a saját ízlésüknek megfelelő állarcokat készítettek, miközben a farsangi fánk is kisült. Mivel Alsómocsolád idén ünnepli fennállásának 725. évfordulóját, a farsang tematikája a történelem volt. A piros szín nagyon tetszik, és akkor megkértem kis tanácsot, az aranyjal, és akkor én, szóval így csak ahogy adódott, csináltam is. Az otthon lakói ilyenkor kis időre talán elfelejtik az élet tragédiáit. 2011-ben költöztünk be a férjemmel, sajnos őt már elveszítettem pont 4 évvel ezelőtt. Az nagyon befolyásolja az itt létemet és a
a lelkemet. A 725 éves jubileum alkalmából egész éven át tartó színes és változatos programokkal és kezdeményezésekkel várja a község az érdeklődőket. Akárcsak a farsang, a többi rendezvény célja is az, hogy több értékes időt töltsenek egymással a különböző generációk, és hogy a település lakói megismerjék az időseket. Végül nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Bejelentés, 7 pontos családtámogatási akciótervről beszélt a miniszterelnök. Kevés a tűzifa, a készlethiány áremelkedést is okozott. Hiány, nincs elég hazai árpa és zabvetőmag. Diplomaosztó, 24-en vették át oklevelüket a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karán. Kedden erős, gyakran viharos lökésekkel kísért északnyugati szélre kell számítani, délután elvétve hózáporok is előfordulhatnak, de jelentős mennyiségű hó nem hullik, éjjel marad az erős északnyugati szél. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!